Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt megjelentek, jelenlévők, tisztelták, köszöntöm a képviselőtestület tagjait, valamennyi kedves meghívott vendégünket, a televízió nézőket. A jelenléti év alapján megállapítom, hogy a mai testületi ülésen 10 képviselő megjelent, távol maradását bejelentette Gyurcsek János képviselő úr, a polgármester úr. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással jelezze. Igen, nem tartózkodás, egyhangulat került elfogadásra. Kérdezem, hogy van-e valakinek további napirendi ponti javaslata. Ha nincs, akkor haladunk tovább. Továbbá javaslom, hogy a 14-től 16-ig terjedő napirendi pontokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény 46-os paragrafus második bekezdés A és C pontja értelmében zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Igen, nem tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, a napirendi pontok megtárgyalása előtt köszöntésre kerül sor. Felkérem Rózsa Sándor jegyző urat, hogy ismertesse a köszöntötteket, illetve felkérem jegyző urat, hogy ezt követően pedig a fontosabb eseményekről adjon tájékoztatást. Köszönöm. Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm Jónás Sándor urat és feleségét, akik 2022-ben Magyarország legszebb konyhakertje örökös országos díjat kaptak, zárt kert vegyes kategóriában, mivel már 3 alkalommal országos díjat nyertek kategóriájukban. Az elismeréshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, munkájukhoz további sok sikert, jó egészséget kívánok. Felkérem Jónás Sándor urat és feleségét, hogy legyenek szívesek kifáradni, és az ajándékot, illetve a virágot átvenni polgármester úrtól. Tisztelt képviselőtestület, a két testületülés között történt fontosabb események a következők voltak. 2022. október 27-én került megrendezésre a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei program országos díjkiosztó ünnepsége Gödöllőn, amelyen Sári Kovács Szilvia alpolgármester asszony a program ötletgazdája vett részt. Október 28-án Sári Kovács Szilvia alpolgármester asszony mondott beszédet a Karcagi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elhunyt roma testvéreink, szüleink, rokonaink fotókiállításának megnyitóján. Az eseményen Pánti Ildikó képviselő asszony is részt vett. 29-én a Dérné Kulturális Központban rendezte a Madarász Imre Egyesített Ovoda és a Gyermekünk Mosolya Egészséges Gyermekekért Alapítvány a 18. Ovi Gálát. A rendezvényt Sári Kovács Szilvia alpolgármester asszony nyitotta meg. Az eseményen Pánti Ildikó önkormányzati képviselő asszony is jelen volt. 30-án a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Székely Autonómia Napja alkalmából őrtűzgyújtásra hívta az érdeklődőket a Vengecsegi úti kilátóhoz. A programon Molnár Pál és Pánti Ildikó képviselők képviselték az önkormányzatot. November 1-én a katolikus egyház szervezésében a halottak napja alkalmából az ókatolikus temetőben harangláb feszület felszentelésére került sor, mely eseményen Molnár Pál és Pánti Ildikó képviselők vettek részt. November 3-án a Jásznatyunkun Szolnok megyei tudományos egyesület és partnerszervezetei szervezésében a tudomány napja alkalmából a helyismeret, helytörténet néprajz,
beépítése az oktatási tananyagba című konferencia került megrendezésre, melynek a Városháza adott otthont. A rendezvényen Sáriková Szilvia alpolgármester asszony mondott köszöntőt, és Pánt Ildikó képviselő asszony vett részt. November 4-én tartotta közgyűlését a Nagykun Közéleti Hagyományőrző Egyesület, melyen Pánt Ildikó képviselő asszony volt jelen. November 8-án ünnepelte 75. jubileumát a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Karcagi Kutatóintézete. Az eseményen Szepesi Tibor polgármester úr köszöntötte a résztvevőket, és jelen volt Sáriková Szilvia alpolgármester asszony is. November 9-én Szent Márton napi lámpás felvonulást rendezett a György István Katolikus Általános Iskola, melyen az önkormányzat képviseletében Pánti Ildikó képviselő asszony volt jelen. November 11-én Szepesi Tibor polgármester úr kötetlen beszélgetésre hívta a legnagyobb helyi iparüzési adót fizető, karcagi székhelyű vállalkozások vezetőit a Városházára. A rendezvényen Gyurcsek János alpolgármester úr, valamint Molnár Pál és Pánti Ildikó képviselők vettek részt. Szintén november 11-én az Elkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 75 éves jubileumi rendezvénysorozatának eseményeként szervezett koszorúzáson és hangversenyen Sáriková Szilvia alpolgármesterasszony és dr. Pintér Zoltán képviselő úr vett részt, és helyezett el koszorút az iskola névadójának emléktábláján. Ugyancsak november 11-én a Magyar Kozak Baráti Társaság évadzáró közgyűlésén Karcagi Nagy Zoltán, Molnár Pál, Nagyné László Erzsébet és Pánt Ildikó képviselők voltak jelen. November 12-én a református nagy templomban Karas Lajos és felesége, Karas Lajosné Tóth Julianna házasságkötésének 50. évfordulója alkalmából erősítették meg házassági fogadalmukat. Az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester úr köszöntötte a házaspárt. November 13-án Martin került megrendezésre az a 12 órás megyei szintű non-stop vetélkedő, melyen városunkat a Varó István Szakközépiskola diákönkormányzata képviselte. Az egyik feladatként azt kapták a csapatok, hogy pluszpontokért hívják el a települési polgármesterét a helyszínre. Az invitálásnak Szepesi Tibor polgármesterről eleget tett, ezzel is segítve a csapatot. November 17-én Szepesi Tibor polgármester úr az óvodai felújítások helyszíni bejárására hívta Kovács Sándor országgyűlési képviselőt és a sajtómunkatársait. A bejárás során megtekintették a SZIM óvoda újonnan felújított konyháját, illetve látogatást tettek a Kinizsi utcai óvodába is, ahol a mosdók kerültek felújításra, valamint megújult a tetőszerkezet. Szintén november 17-én tartotta évzáró rendezvényét a Kovács Mihály Huszár Bandérium, melyen Szepesi Tibor polgármester úr köszöntötte a bandérium tagjait, köszönetet mondott a városi programokon való közreműködésükért, és gratulált elért eredményeikhez. A rendezvényen Pánti Ildikó és dr. Pintér Zoltán képviselők vettek részt. November 18-án a György István Nagykun Múzeum és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Magyar Történelem és Hagyományok Nemzeti Gyűjteményeinkben című konferenciája került megrendezésre a Debreceni Egyetemen, ahol Szepesi Tibor polgármester úr köszöntötte az előadókat és a közönséget. Konferencián dr. Pintér Zoltán önkormányzati képviselő úr is előadást tartott. Egy sajtóbotrány története a két világháború közötti nemzetközi lapok tükrében, kérdések és reflexiók Horthy kormányzó 1923-as karcagi beszéde kapcsán címmel. November 19-én a Katolikus Egyház Erzsébet kápolnájában tartott ünnepi szentmisén Pánti Ildikó képviselő asszony volt jelen. November 22-én a karcagi Tesco áruházban található Kulcs Patika felújítás követő ünnepélyes megnyitóján Szepesi Tibor polgármester úr vett részt. Ugyanezen a napon a Rákbetegek Karcagi Egyesülete és a Kátai Gábor Kórház egészségfejlesztési irodájának szervezésében a mentális egészség az épp test, avagy miben segíthet a katolikus szeretetszolgálat Bakony-Szücsi lelki rehabilitációs otthona című előadáson Pánti Ildikó képviselő asszony volt jelen. November 23-án a sportcsarnok adott otthont a Honvédelmi Szövetség Bátrak Ligája országos versenysorozatnak. A versenyeket követő eredményhirdetésen Szepesi Tibor polgármester úr vett részt,
és működött közre a díjátadásnál. Szintén november 23-án mondjuk nemet a szankciókra országjáró fórumon Simicskó István országgyűlési képviselő tartott előadást a Dél-Nyugati Kulturális Központban. A rendezvényen részt vett Szepesi Gábor polgármester úr, Sári Kovács Szilvia alpolgármesterasszony, Pán Tildikó, dr. Kanászágy László, Karcagyenes Zoltán, Molnár Pál és Pintér Zoltán képviselő. Köszönöm szépen jegyző úrnak, tisztelt képviselő testület, bejelentem, hogy a szabadságolási tervtől eltértem, és a két ülés közötti eltelt időszakban október 28-án és november 4-én vettem ki szabadságot. Tisztelt képviselő testület, napirend előtti kérdések feltevésére van lehetőség, a kérdések megválaszolására a napirendek megtárgyalását követően kerül sor. Képviselő úr, a szó, Lengyel János képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. A mezőgazdasági bizottságon egy napirendi pontot szeretnék elhangzott napirendi pontot szeretnék ide a testületre is behozni, ez pedig az állapot felmérés a Karcag területén található kunhalmok helyzetéről. Egy nagyon jó diskurzus alakult ki a mezőgazdasági bizottságban, hiszen egy állapotfelmérés készült. Köszönjük szépen a hivatal munkáját, hiszen egy jó anyagot adott le. Köszönjük a mezőröknek, akik a mai állapotukba lefényképeztek több kunhalmot, és az derült ki sajnos, szomorúak is vagyunk ezért, hogy nagyon sok kunhalmat elszántottak, elhortak, nagyon sok kunhalom megsemmisült. Jelenleg körülbelül olyan 20, ami megtalál, tehát ami kunhalom állapota van. Beszéltünk arról, hogy jó lenne ezeket az elpusztult kunhalmoknak valami emlékhelyet állítani, bármilyen módon akár egy sírkőre felírni, hogy itt egy kunhalom volt, de be lehet vonni a 21. századi technikát, és ugye GPS-szel megjelölni azokat a területeket, internetre felvinni a történetét. Nagyon szomorú dolog ez, hiszen 6000 éves építményekről van szó, és nem vigyázott ránk, nem most, hanem évszázadok alatt nem vigyáztunk rájuk megfelelően. Nincsen méltóan megbecsülve, nincsenek ezek a megbecsülve méltóan, úgyhogy ez a mi felelősségünk, és próbáljuk meg megvédeni a kunhalmainkat, hiszen öregebbek, mint a piramisok, nekünk csak ki kell menni Magyarkára, és ott van egy kunhalom. Vigyázzunk rá. Elhangzott sajnos ezen a bizottságon, hogy nincs megfelelő törvényi védelem. Tehát van, az van, hogy törvény védi a kunhalmokat, de félig van kész a törvény, ugye szankciók nincsen, nem lehet büntetni, és ugye kártérítés sincs meg. Tehát én azt kérném polgármester úrtól, hogy kérésünket, hogy tolmácsolja tovább, hogy próbáljunk egy teljes törvényt hozni erre, mert nem mi, hanem akik fent vannak, azért, hogy meg tudjuk védeni a kunhalmainkat, mert erre most nincs lehetőség sajnos. De ugyanúgy az idegenforgalomban is ugye be lehet ezt vonni, hogy a kunhalmok közötti esetleg egy bicikli utat létesíteni, de jó lenne, hogy 1921-ben azt mondta felmérés több mint 100 kunhalom volt. Tehát ezeknek a kunhalmok is jó lenne, hogy tudni, hogy hol van a helye. Oda egy ilyen emlékkőszerűséget, vagy teljesen nyitott vagyok, bármi, ami nem elpusztítható, hanem ott van, létrehozni. Ugye a legnagyobb probléma a kommunikáció a gazdákkal, mert ezek általában magánkézben vannak, és próbáljuk ugye első körbe ezt a kommunikációt fenntartani, és egy normális beszéd közepette arra rávenni a gazdákat, hogy hagyják meg ezt az emlékhelyet, és hagyjunk valamit az unokáink számára, mert ugye ez a mi örökségünk. Őseink ránk hagyták ezeket a 6000 éves építményeket, és nem vigyázunk rá eléggé. Én azt szeretném, most vagyunk itt mindannyian, és ez a mi felelősségünk, legalább arra 20 kunhalomra vigyázzunk már. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen a kérdést, bár nem kérdés volt, de azt gondolom, hogy teljesen igaza van képviselő úrnak, valóban kötelességünk megvédeni a kunhalmokat, hiszen történelmünk fontos részei. Ugye több kiadványban is szerepelnek ezek a kunhalmok, ahogy képviselő úr is mondta, turisztikai szempontból is fontos jelentőségűek, és ahogy ön is elmondta, hogy ezek valós és megvalósult dolgok, hiszen turisztikai útvonalak mennek már most is a kunhalmok mellett, nem csak a magyarkai kunhalom, hanem az ádorhalom, és ott sorolhatnánk végig a lőzérhalom, az ádorhalom, az ágotahalom, tehát ott azért nagyon sok olyan halom van, amely a különböző turisztikai attrakciók mellett és különböző kiadványokban szerepelnek, úgyhogy valóban ezeket fontos megvédenünk, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy többféle kunhalom létezik, és hogy ezek közül nagyon fontosak a határhalmok, a lakóhalmok, a temetkezési halmok, tehát sok-sok halom van, amely más-más funkcióval bírt, és ezt nyilván nagyon sokan nem tudják, de ez kötelességünk, hogy az utókornak ezt megőrizzük és átadjuk az utánunk jövő generációnak, úgyhogy valóban ezzel mindenképpen foglalkozni kell, természetesen jelezni fogjuk a jogalkotóknak, hogy ezzel próbáljanak meg foglalkozni. További kérdések feltételére van lehetőség. András képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Polgármester úr, szeretném azt megkérdezni, hogy lesz-e a közeljövőbe, és mi hamarabbi közeljövőbe, arra lehetőség, hogy a Karcagváros közlekedésébe további fejlődés legyen, hasonlóan a posta kereszteződéshez, közlekedési lámpa elhelyezése. Látható, érezhető, hogy két olyan csomópont van a városban, amelyek egyre inkább igényelni ezt a fajta forgalomrendezést, irányítást. Ez a Varró utca és a Püspökladányi út, illetve Kisújszállási út találkozási pontja. Ad egy, hogy Calvin, igen, bocsánat, találkozása, illetve hát ugye nem beszélve arról, hogy ott iskola centrum van, három iskola is érintett ebbe a kérdésbe, de röviddel arrébb ugye a Kommunarasi út és a Kossuth tér, illetve a Calvin út találkozása a gimnáziumnál, ott is egyre inkább, aki közlekedik a városba, az tapasztalja, hogy igen, vannak konfliktusos helyzetek a gépjármű vezetőknél, egyértelművé tenni a közlekedést. Én úgy gondolom, hogy a karcagiak már a postánál megszokták, megismerték, elfogadták a lámpa működését, segíteni ez, nyilvánvalóan a baleseti helyzeteket is csökkenteni. Kérném polgármesteret, hogy ebbe a kérdésbe nyilván a szakminisztérium irányába, vagy az illetékesek irányába lépni, hogy milyen lehetőségünk van ebbe a kérdésbe. Másik. Szépen megépültek a kerékpárutak a városban, és látjuk, hogy a kerékpárosok mellett nem csak a kerékpárosok használják, hanem a gyalogosok is, mert hogy a járda gyakorlatilag olyan állapotban van, hogy inkább a bicikli utat válasszák. Számtalan kismamát látok babakocsival, aki a kerékpárúton tolja a babakocsit. Nyilván meg tudom érteni, mert a járdán nem tudja ezt megtenni. Szintén kérném polgármester urat, hogy a szakhatóság, a minisztérium, illetve akihez ez tartozik, abba az irányba lesz-e a közeljövőben lehetőségünk egy általános járda felújításra a városba, és mikor? Reméljük, hogy minél hamarabb, mert túl sok időnk ebben a kérdésben nincs. Nagyon rossz állapotban vannak a járdáink. Nyilván van egy pár és bizonyos szakaszok, amelyek az utóbbi időben felújításra kerültek, és azok nagyon szépek, nagyon jók. De hogyha megnézzük, nem akarok téves számot mondani, de Molnár képviselő úr valószínű tudna pontosabbat, de nekem valami 4000 kilométer hosszúságú járda szakasz rémlik a városba. Ennek töredékét, amit föl tudtuk az elmúlt időszakban újítani, egy nagyon jelentős, nagyon komoly felújítási programnak kellene ebbe a kérdésbe elindulni. Úgy gondolom,
a városlakóknak van erre igénye. És hát nyilván minél hamarabb, tehát a lehetőségeken belül persze tudjuk. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Visszafele haladunk, próbálok válaszolni. Kerékpárút. Valóban többen használják a kerékpárutat. Én úgy emlékszem, hogy közel 3800 km közút hálózatunk van. Nyilván ennél valamivel több a járda, hiszen járda van, amikor az út mindkét oldalán található, tehát lehet, hogy ez a 4000-es szám az megfelelő ilyen szempontból. Én azt látom, és nyilván a költségvetésünk is azért tartalmazza az elmúlt évekre visszatekintve is mindig a járda felújítási lehetőségeket, és az önkormányzat mindig foglalkozott járda felújítással. Én legalábbis az utóbbi 8 évben tudom, hogy mindig belekerült a költségvetésbe az, hogy járda felújítással foglalkozik az önkormányzat, és erre kitér. Most ezt a költségvetést nem szavaztam meg képviselő úr az elmúlt 8 évben egyszer sem. Tehát folyamatosan figyeljük, folyamatosan keresjük ezeket a lehetőségeket pályázati forrásból, saját forrásból. Én azt gondolom, hogy ezután is így fogunk tenni, és oda fogunk figyelni arra, hogy tudjuk, nyilván a lehetőségeink azok végesek, de ebben az évben is, ha jól emlékszem, akkor 40 millió forint került erre átcsoportosításra, és tudom, hogy olyan járdaszakaszok is kerültek felújításra a városgondnokság kivitelezésében, amelyek nem fértek bele ebbe a 40 millióba, és azt is tudom, hogy legalábbis ugye képviselő úrral, igazgató úrral folyamatosan egyeztetünk, hogy hol lehet még azokat a járdákat itt ebben az esős időszakban is folyamatosan felújítani. A közlekedési lámpával kapcsolatban ugye tavaly, amikor a Varró utcai csomópont forgalmának a módosítására került sor, azon a külön létrehozott bizottság ülésen beszéltünk, hiszen egy forgalomtechnikai bizottság ott próbáltunk összeállítani, amelynek az önképviselő társa Lengyel János is tagja volt. Talán ő is el tudta volna mondani, vagy ő is tudna erre a kérdésre válaszolni, hiszen megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy a Madarasi út és a Kálvin út kereszteződése, illetve a Kálvin Püspökladányi út kereszteződésében bármiféle forgalomtechnikai változást célszerű-e módos vagy elvégezni. Ugye akkor azt mondta a közlekedési szakértő, hogy egyáltalán nem javasolja a lámpa kiépítését, hiszen olyan forgalom torlódást okozna bizonyos időszakokban, amely forgalom technikailag, illetve a baleset veszélyt figyelve még veszélyesebb lenne, mint a jelenlegi helyzet. Akkor javasolta azt, hogy a Varró útról a balra kanyarodás legyen megtiltva, ezzel egy picit segítve az ottani torlódást, hiszen a reggeli időszakban van itt zsúfoltság, ugye itt a 8:30-tól 8:30-ig, illetve a délutáni időszakban a 3 és 5 óra közötti időszakban. Ugye erre kértük rendőrkapitány urat, illetve a rendőrséget, hogy próbálja ezt a lehetőségeihez mérten az ő eszközeivel segíteni fokozott jelenléttel. Nyilván itt a baleset veszélyre azért a rendőri jelenléte az egyfajta figyelemfelhívásként és megnyugtatásként a gyalogosokra is segítő hatással van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyilván megvizsgálhatjuk újra ezt a kérdést. Nem sokat változott, én azt gondolom, azóta az eltelt időszakban ez a helyzet. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy még talán nőtt is, hiszen egyre több gépjármű van forgalomba. Nyilván jön a rossz idő, tehát egyre többen viszik a csomópontok melletti oktatási intézményekbe a gyermekeket. Tehát én arra kérek mindenkit, hogy fokozott figyelemmel legyen. Gondolom képviselő úrnak is erre a figyelemfelhívásra szólt elsősorban a kérdése. Megvizsgálhatjuk, ahogy elmondtam az előző testületi üléseken, és nyilván ott a bizottsági ülésen is, vagy ezen a külön bizottsági ülésen is megtárgyaltuk. Erre a legnagyobb hatással majd az elkerülő útnak a megépítése lesz, hiszen az fog elvinni olyan forgalmat, elsősorban teherforgalmat, amely ezt a két frekventált kereszteződést megoldja. Igen, a posta kereszteződése az egy veszélyes volt. Ott én azt gondolom, hogy valóban indokolt volt a közlekedési lámpa elhelyezése, hiszen ott most már ugye a kerékpárút is megépült, tehát ott egy fokozott óvatosság miatt ott muszáj, hogy legyen lámpa. És valóban én azt gondolom, és a meglátások is, visszajelzések is, meg a tapasztalatok is ezt mutatják,
hogy megtanulta a város lakossága használni ezt a lámpát, és én nem is tudom, hogy mikor volt utoljára komoly, meg egyáltalán baleset mikor volt ezen a szakaszon. Nyilván lehet javítani, és ezen most jelenleg is dolgozunk, hiszen ezt is elmondtam többször, hogy a katolikus templomban szembeni parkoló ugye jelenleg folyamatban van ennek az elkészítése. Ha jól tudom, a jövő hét elején kerül aszfaltozásra, és amikor ez az aszfaltozás megtörténik, akkor a posta melletti, ugye ott a kereszteződéstől a busz öbölig tartó részen, ott meg fog szűnni a parkolás, tehát ott egy lezárás, egy terület lezárásra kerül majd sor, és a postának a kerékpár tárolója kerül majd erre a helyre, tehát ott igazából az a balesetveszélyes helyzet, hogy a lámpa után egy parkolóból kiálló autóval ott még azért van balesetveszély. Én azt gondolom, hogy év végéig, de legkésőbb január végéig, nyilván az időjárás függvényében ez a veszélyhelyzet is meg fog oldódni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ahogy képviselő úr is kérte, de ettől függetlenül is folyamatosan vizsgáljuk a közlekedés fejlesztésének lehetőségeit. De a lámpára szakemberek mondták azt, hogy nem javasolt ennek a lámpának a kiépítése. Nyilván vannak olyan lehetőségek, ettől függetlenül, amelyeket meg kell vizsgálni. Ugye lehet itt körforgalmat, hogy elfér, nem fér. Én nem gondolom, hogy erre most közeljövőben nem is gondolnám egyébként, hogy elfér a Madarasi út, Kálvin út kereszteződésében egy körforgalom, de ugye ott is próbáltuk megoldani, vagy egy kicsit biztonságosabbá tenni a kanyarodást, hiszen a Horváth Ferenc utcáról a kikanyarodás ugye most már két sávon történik egyenesen, illetve balra, a másik sávon pedig a jobbra kanyarodás, illetve ott lezárásra került az a rész, ahol amit eddig parkolónak használtak, ugye oda most már nem lehet bejönni, hiszen az forgalom elől elzárt terület. Én azt látom, hogy egy picit várni kell ezekben a kereszteződésekben, néha nem keveset, de aki jár nagyvárosba gépjárművel, az tudja, hogy néha egy piros lámpánál is egy vagy két autót enged át bizonyos kereszteződésekben, Budapesten is a piros lámpa. Tehát ha valaki belefut egy nagyobb közlekedési dugóba, akkor lehet, hogy a negyedik, ötödik piros lámpán megy át. Én nem gondolom, hogy Karcagon is többet kell várni egy kanyarodással, mint mondjuk Budapesten egy ötödik zöld lámpánál. Tehát biztos, hogy várni kell, de türelemre intek mindenkit, hiszen felelősek vagyunk elsősorban egymásért, amikor közlekedünk. Nem tudom, megfelelője a válasz képviselő úrnak. Köszönöm szépen. További kérdések. Én szeretnék egy kérdést feltenni Molnár Pál igazgatónak, képviselő úrnak, és kérdezném, hogy a városgondnoksága téli felkészülése, hiszen azért nyakunkon a rossz idő, várható azért az időjárás jelentésekben az, hogy előbb-utóbb hóesés is lesz, hogy áll a városgondnoksága téli felkészülése. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, kedves jelenlévők, kedves televíziónézők. Mint minden évben a városgondnokság fölkészül a hóeltakarítási és ikosságmentesítési munkákra. Lehet, hogy nem emlékszik már rá polgármester úr, de az is lehet, hogy emlékszik, mert jó a memóriája. Valamikor a nyár folyamán, amikor 40 fok volt, itt izzadtunk mindannyian a városháza udvarán, és azért megemlítettük, hogy el fog jönni az az időszak is, amikor itt a havat kell takarítani, havat lapátolni és sózni, és lám-lám lassan ott vagyunk, hogy kezdődhet a hóeltakarítás, de ha hóeltakarítás nem is, a sikosságmentesítés biztos, mert elég egy -1-2-3 fokos lehűlés, egy jónos eső, és akkor rögtön lehet indítani a gépeket. Ahogy említettem, fölkészültünk, a gépek föl vannak készítve, sajnos az elmúlt időszakban innovációra, műszaki fejlesztésre, pályázati lehetőségre nem nyílt lehetőség. Saját forrásból pedig polgármesterről úgy beszéltük meg, hogy jelen pillanatban a költségvetés nem teszi lehetővé, hogy olyan gépeket, berendezéseket vásároljunk, amely a síkosságmentesítési munkákat végezni el, síkosságmentesítési munkákat segíteni.
Nagyon nagy értékű gépek ezek, de minden közfenntartás, közterületfenntartási gép nagy értékű. Nem ritka 40-50 milliós járógép sem. Erre meg kell várni a pályázatot, nagyon kevés pályázat van, de figyeljük folyamatosan, nem csak mi, hanem a városvezetés és a hivatal munkatársa is folyamatosan figyelik. Sajnos ebben az évben idáig nem volt, és be kell valljam, hogy nem is várom már, hogy ebben az évben erre pályázati forrás lesz. Ezért a meglévő öreg, de jó állapotban lévő gépekkel próbáljuk megoldani majd ezt. Nem csak a gépeket sikerült rendben tartani, sikerült a úgymond szakember állományt is megtartani, olyan gépkezelőket, akikre biztonságosan lehet számítani, akár hétvégén, éjfélkor, hajnalban is hajlandóak ügyeleti rendszerben bejönni és elvégezni a munkát. De ahogy említettem, öreg gépekről lévén szó, egy karbantartó, egy javítóbázis is föl kell tartani, ügyeleti szolgálatba őket is, mert ezek a gépek, ugye mikor használjuk, akkor romlanak el. Legtöbbször a hajnal induláskor, vagy a hajnal munkavégzés során, mert ugye a gépek mikor működnek, akkor romlanak el, ahogy említettem, elromlanak és ezeket javítani kell. Sikerült ezt is megszerveznünk, van néhány gépkezelő, aki a javítási munkákban is járatos, meg tudjuk oldani az esetlegesen fölmerülő problémákat, valamint a múlt héten és a héten megérkeztek azok a sikottisító és szóróanyagok, vagy sikottisításmentesítő és szóróanyagok is, elnézést, amelyek ahhoz szükségesek, hogy érdesítsék és érdesítsék a közterületen található aszfaltot, valamint a lehullott jeget olvasszák, járhatóvá tegyék. Azt mondanom se kell, hogy ezek sajnos milliós tételek. Azt mindenféleképpen szeretném a lakosság felé is elmondani, hogy próbálunk minden utcába bejutni, de ezt meg kell érteni, hogy óriási költségek vannak. Elég, ha azt mondom, hogy a útszóró só, amely ugye engedélyezett, tehát bármilyen környezetvédelmi előírást, hogyha megnézzünk az út szórására alkalmas kezelt só, felhasználható a síkos útszakaszoknak a kezelésére, a 27 ezer forintos áról fölment 50 ezer forintosra. Nagyon sokat Ukrajnából, Oroszországból szállították be, nem kell említeni, hogy a háborúnak milyen eredményei vannak. Nem egyszer más, sokkal drágább célországból kell ezeket beszerezni. Tehát várható, hogy a szórás során a legminimálisabb mennyiséget fogjuk kiszórni, nagy odafigyeléssel természetesen, és itt egy kis türelmet kérnénk, hogy ha leesik a hó, akkor ne követelje már mindenki, hogy takarítsuk el. Néhány centi havon téli gumival még el lehet közlekedni. Természetesen nem vonatkozik ez a kerékpárutakra. Kerékpárúton egy nyomon haladó járművek esetén ugye ezt nem lehet megtenni. Ott, ha leesik a hó, ha lefagy, ott rögtön takarítani kell és rögtön mentesíteni kell. Köszönöm szépen, ha bármi más kérdés van, akkor köszönöm szépen a tájékoztatást képviselő úrnak, igazgató úrnak, valóban hisz, és azt kérném is, hogy a frekventált helyeken, a kerékpáruton, azokban a kereszteződésekben, amelyet képviselő úr is említett, hiszen a biztonságos közlekedés mindenképpen szükséges, főleg ezeken a helyeken, a kerékpárúton és azokon a frekventált kereszteződésekben mindenképpen, de azt gondolom, hogy ezt nem is kell külön kérni, hiszen igazgató úr szokott erre figyelni, ugye, hogy az előző években, úgy ebben a szezonban is. Köszönöm szépen. További kérdés, Pánti Ildikó képviselőasszony. Tisztelt polgármester úr, Erző úr, kedves képviselőtársaim, jelenlévők! Ezt a gondolatot szeretném továbbvinni, amit polgármester úr felvetett a Városgondnokság igazgatója felé. A magántulajdonba való lakóingatlanok előtti járdaszakasz megfelelő karbantartása a téli időszakban, hiszen minden időszaknak megvan a maga karbantartási feladata, a magántulajdonban lévő intézmények, illetve nem intézmények, lakóingatlanok, de intézmények előtt is, és ebben biztos, hogy jegyző úr, mint hogy korábbi években is megtette, hogy a lakóingatlanok intézmények előtti járdaszakasznak a megfelelő karbantartása, ugye? Nyáron a fűnyírás van, ősszel a falevéltakarítás, télen meg ugye a hó, ha megérkezik, illetve a síkosságmentesítés. Tehát ez nagyon fontos, mert néhányan bizony várható most is,
főként ugye a nem lakott lakóingatlanok előtt nem is sokat várhatunk, hogy gondot jelentenek, mert néhányan úgy gondolják, hogy a hó majd elolvad, most még nem takarítjuk, majd megvárjuk, mire elolvad. Hát lehet, hogy később olvad, ugye mindenkor hőmérséklet függvényében van, tehát én kérem jegyző urat, hogy a hírmondóban megfelelő figyelemfelhívással, figyelemkeltéssel, mint hogy ez eddig is megvolt, nagyon fontos, mert ugye itt mindenkinek megvan a maga feladata. Köszönöm szépen, mint tulajdonosi feladat. Köszönjük szépen a hozzászólást, valóban figyelemfelhívás volt az én célom is elsősorban, hiszen mindenki felelős azért, hogy az a síkosítás, mentesség és az a biztonságos közlekedési feltételek biztosítása, elsősorban ugye a magántulajdonú ingatlanok előtt, de azt mondhatom, hogy az intézmények előtt is, de nem hiszem, hogy ezzel eddig is óriási probléma volt, de kérjük valóban mindenkinek az odafigyelését, körültekintését és a hozzájárulását ahhoz, hogy mindenki biztonságosan indulhasson el otthonról, és egészségben és épségben érhessen haza, és itt valóban mindenkinek a hozzáállására szükség van. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Andrássy András képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Elnézést kérek, egyetlen kérdéssel elmaradtam az előző alkalommal. Fontos kérdés egyébként. A parkolók építése és a térre való felkészülés jutott eszembe. A kiskulcsosi iskola előtt épül egy parkoló, ami nagyon hasznos és nagyon szükséges is. Kérdés és érdeklődés lakosság részéről is, hogy mikorra várható a befejezése, tehát mikorra lehet igénybe menni célszerű használatra azt a megépülő parkolót. Még a télbe állt előtt, vagy egy viszonylag szűkösebb időn belül? Köszönöm szépen. Elkezdődött, nyilván a parkolóépítés, ezt mindenki látja és tudja. Természetesen a szerződésnek van egy eleje és van egy vége, de nem szeretnénk kitölteni ezt a szerződés végét. Ha jól emlékszem, január 30 a szerződés szerinti befejezési idő. Azt, hogy a tél előtt, tél beállta előtt, vagy a tél beállta után lesz, ez nyilván a téltől függ. Tehát, hogyha holnap reggelre havazás lesz, akkor nyilván a tél beállta után fog elkészülni ez a parkoló. A kivitelező azt ígérte, és nyilván erre kértem én is, hogy minél hamarabb kerüljön ez befejezésre. Egyrészt nyilván neki is érdeke az, hogy minél hamarabb befejezze, másrészt pedig az egy nagyon frekventált útszakasz, tehát most ugye a fél útpálya majd, hogy nem le van zárva, buszok közlekednek, teherautók közlekednek, kerékpárosok közlekednek, közvetlenül egy oktatási intézmény mellett van, tehát a célunk az, hogy ez minél hamarabb befejezésre kerüljön. Én bízom abban, hogy egy-két héten belül, de akár napokon belül is be fog fejeződni. Egyébként, ha jól emlékszem, akkor az nem egy aszfaltozott parkoló lesz, mint ahogy itt bent, hanem egy térköves parkoló lesz. Jelenleg a szegélykövet teszik, ezt a K-szegélyt, úgyhogy én szerintem gyorsan fognak haladni. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor bejelentem, hogy általános közmeghallgatásra kerül sor, melynek során az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek 5 perces időkorlátozással. Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni közmeghallgatás keretében. Ha nem, akkor rátérünk a napirendi pontok megtárgyalására. Első napirendi pontunk, javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helységek bérbeadásáról szóló 10/2019 önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt képviselő testület, Karcagváros önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helységek bérbeadásának rendjét Karcagváros önkormányzat képviselő testülete a 10/2019-es rendeletében szabályozta. Ebben a rendeletben a képviselő testület a lakbér
mértékét utolsó alkalommal 2013-ban módosította, amely díjemelés infláció követő volt. Jelen rendeleti szabályozás más pontjain is elavult, és nincs figyelemmel sem az ingatlanok városon belüli elhelyezkedésére, sem a bérlakások típusára, sem pedig a bérlakások állapotára. Ezen szeretnénk módosítani, illetve az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérleti díjat ezzel a módosításokkal együtt, tehát hogy az elhelyezkedésre, a típusára, illetve az állapotára való tekintettel a bérleti díjat módosítani, és valamelyest megemelni is. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban. Képviselő asszony Nagynél László Erzsébet kér szót. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, jelenlévő tisztelt televíziónézők, Karcagvárosi Önkormányzat, a Szociális és Egészségügyi Bizottsága ezt a napirendi pontot több más napirendi ponttal együtt tárgyalta, és javasolja a képviselőtestületnek a polgármester úr által beterjesztőben elmondottak alapján is, indokok alapján is, figyelemmel a Karcag városában kialakult albérleti díjakra, piaci bérleti díjakra is, továbbá arra is, hogy az önkormányzat minden egyes költségvetésében 2010 és 2022 között biztosított keretet a meglévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakásingatlanok felújítására, és folyamatosan folytatta ezeket a felújításokat állagmegóvó jelleggel. Javasolja a képviselőtestületnek elfogadni a rendeletmódosítást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Kanász Nagy László képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, jelenlévők, tisztelt televízió nézők, az ügyrendi és jogi bizottság is tárgyalt ezt a napi rendi pontot, és hát ugye 10 év elmúltával emelünk a lakások bérleti díján, ami azt hiszem, hogy elég méltányos hosszú időszak volt, és hát a jelenlegi gazdasági helyzet ez sajnos szorítja az önkormányzatot is ilyen téren, és hát valóban, ahogy képviselőasszony is elmondta, a felújítások zajlanak, tehát ezeknek a költségeit is állni kell. A bizottság megszavazta a napirendi pontot, illetve a rendelettervezetet, egy ellenzék ellen szavazat volt. Javasoljuk a testületnek a rendelet megszavazását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. András András képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt jelenlévők, tisztelt testület, tisztelt televíziónézők. Úgy gondolom, hogy valóban hosszú ideje nem történt emelés ezen a területen. Igen. Mi most jutott eszünkbe? Tehát, ha korábban történik ez, úgy gondolom, hogy a lakosságot sem igazán zavarta volna. Pont most, amikor igen nehéz helyzetben vannak az emberek a városban. Tehát én úgy gondolom, hogy nem jó az időzítés. Nyilván emelni kell ezeket a díjakat, mert a piac is nyomja, természetes, értjük. Többe kerülnek a felújítási költségek, ezt is értjük. De ha már tudtunk közel 10 évet várni itt az emeléssel, én azt javaslom, hogy toljuk ezt el. Mondjuk 24. január 1-jel vegyük újra napirendre ezt a kérdést, és tárgyaljuk újra. És emeljük meg ezeket a díjakat mondjuk 24-be. Túl vagyunk már akkor remélhetőleg úgy a háború okozta válságon, meg úgy összességében az infláció okozta sokkon. Kialakul egy talán élhető környezet, vagy egy gazdálkodásra alkalmasabb környezet. Bízunk benne, hogy a következő év nyár körülre már azért stabilizálódik a gazdasági helyzet is az országban. Remélhetőleg nem lesz akkora nyomás a lakosságon sem. Látjuk a bolti árakat, látjuk mindenhol, minden sokkal többe kerül. Ezekben a lakásokban igen nagy százalékban szociálisan hát akkor maradjunk úgy, hogy nem túl magas jövedelmű emberek élnek. Ne terheljük őket, hogyha lehet. Én így gondolom. Köszönöm szépen a figyelmet.
A kérdés első felére mindenképpen szeretnék reagálni, képviselő úr, vagy a hozzászólás első felére, hogy miért most, ugye tudjuk, hogy a vészhelyzet 2022. december 31-ig hosszabbodott, és ez idő alatt semmiféle emelésre nem volt lehetőség az önkormányzatnak. Tehát az első lehetőség, amikor bármiféle módosítás lehet a bérleti díjakban, a ingatlanok bérleti díjában, az 2023. január 1-ével lehetséges, hiszen addig nem engedte a jogszabály az önkormányzat számára semmiféle módosítást ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy úgy, ahogy a képviselőasszony és képviselő úr is elmondta a bizottsági ülésen, én azt gondolom, hogy ezt áttárgyalták teljes egészében, és nyilván megvizsgálták azokat a lehetőségeket a bizottsági ülésen is, ami az önkormányzat kezében van, hiszen nekünk azért az elsődleges feladatunk az, hogy a költségvetés egyensúlyát biztosítjuk. És ugye az előző testületi ülésen is megvizsgáltuk azt, hogy milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak, mi az, amellyel egyensúlyba tudjuk tartani a lehetőségeinket. Sajnálatos módon van néhány olyan díjtételnek az emelése itt az elkövetkezendő napirendi pontokban is, amelyet kénytelenek vagyunk meglépni. De ahogy elmondtam, ugye 2013 óta nem volt gyakorlatilag semmiféle emelés, és a képviselő úr is végignézi a lakások négyzetméter árát, az elhelyezkedését, akkor azt gondolom, hogy ez a módosítás lesz az, amely igazából rendet tesz gyakorlatilag az ingatlan piacon, hogy úgy mondjam, hiszen valóban ez már figyelembe veszi azt, hogy a város mely részén helyezkedik el, milyen ingatlanban helyezkedik el, vagy milyen területen helyezkedik el, és nyilván azokat a szociális kérdéseket, amelyet ön is feszeget, hogy a város mely részén van, én azt gondolom, hogy nem akkora mértékű ez a díjemelés, amelyet egyébként nem lehet betartani vagy kifizetni. Nyilván ehhez hozzátartozik az, hogy a lakhatási támogatásoknak, hiszen azért van ennek egy egyik oldala és van egy másik oldala is, ugye a lakhatási támogatásokat is folyamatosan vizsgáljuk. A lakhatási támogatások 2023. március 31-éig vannak most megállapítva, tehát biztos vagyok abban, és ezen dolgozik a hivatal, és dolgoznak a különböző bizottságok, hogy 2023. április 1-től emelni tudjuk, és ezt a költségvetés majd nyilván fogja tartalmazni, hogy emelni tudjuk, és emelni is szándékozunk a lakhatási támogatások mértékét. Tehát azt gondolom, hogy akkor fog majd egyensúlyba kerülni az a szociális igény, amelyet képviselő úr is mondott. Nyilván ez az első lépése, azt mivel megalkottuk a rendeletet és március 31-ig szól, nyilván azt majd április 1-jel fogjuk tudni módosítani, és várhatóan a költségvetés beterjesztésével együtt erre is lesz majd lehetőségünk. Legalábbis én, illetve itt a bizottságok és a képviselőtestület is úgy gondolja majd, hogy emelni tudunk a lakhatási támogatáson. További kérdés, hozzászólás? Nagyné László Erzsébet. Csak egy kis reagálás a képviselő úr által feltett kérdésre vagy javaslatra és polgármester úr által adott reagálásra. Valóban a Szociális Egészségügyi Bizottság ülésén is egy nem szavazattal szavazta meg a javaslatot a bizottság. A nem szavazat végén Lengyel János képviselőtársam véleményt mondott, sajnos nem mondta el a véleményét azt megelőzően, hogy a szavazásra sor került, holott erre mindenkinek lehetősége volt. Én ezt meg is jegyeztem akkor képviselőtársamnak, tehát így az ő véleményét, illetve a képviselőtársának a véleményét most hallhattuk első alkalommal. A bizottságülések nyilván azért vannak, hogy ott az előterjesztések, javaslatok véleményezése teljes körűen megtörténjen. Ugyanakkor teljesen egyetértve polgármester úrral el kell mondani, hogy ez nem a szociális támogatásokról szóló helyi rendelet, hanem ez a lakásrendelet, az önkormányzati bérlakások bérbeadásával kapcsolatos rendelet, ami struktúrájában jelentősen változik azáltal, hogy a nem szociális jellegű és a szociális jellegű lakások fel vannak sorolva a rendeletben, és el vannak különítve teljesen egymástól. Maga a nem szociális jellegű bérbeadott lakásoknak a bérleti díja is jelentősen alatta marad ma Karcagon alkalmazott piaci bérleti díjaktól, a szociálisoknál pedig figyelembevételre kerül,
amit képviselőtársam, amit kifogásolt jó előbb, az, hogy milyen szociális helyzetben van a bérlő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítést. Pánti Ildikó képviselő asszony. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim! Én abból az aspektusból közelítem meg ezt a témát, hogy ugye a város lakosságának nagy többsége, hál' Isten, saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik. Örülünk annak, akiknek igényük alapján a város lakosságából önkormányzati lakásokat tudunk biztosítani. De vannak, akiknek nem tudunk. Azok kényszerülnek arra, hogy albérletbe menjenek. És ha megnézzük és figyelemmel kísérjük az albérleti díjakat Karcag városában is, láthatjuk, tapasztalhatjuk. Ennyit szerettem volna mondani. Az a tulajdonosnak a számláját növeli, ez pedig várhatóan ezzel a díjtétellel, emeléssel az önkormányzatnak, amire úgy érzem, hogy jelen helyzetben is, meg továbbiakban is éppen ezeknek az ingatlanok a fenntartásában szükség van. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Lengyel János képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt televíziónézők. Igazából azért nem akartam elmondani a véleményem, mert teljesen egyetértek András András képviselő úrral. Én úgy gondolom, hogy nem most van ennek az ideje, amikor az emberek a napi megélhetésükkel küzdenek. Az igazság ott van a boltokban, tessék megnézni, valami háromszoros ár négyszeresére emelkedett, és az az igazság, hogy ezek a szerényebben élő embereknek ez az a megélhetésén veszélyezteti. Nem most kellene ezt az emelést végrehajtani, én is úgy gondolom, hogy későbbre kell tenni, mert katasztrofális a helyzet. Hétszeres gázárak, most jönnek az óriási rezsiszámlák, nem tudják igazdálkodni sokan. Azt mondják, hogy ó, örüljünk neki, hogy ez csak egy piaci ár alatt lévő dolog, de ez a 20%, higgyék el, hogy ezeket az embereket igenis meg fogja viselni. Mi nem fogjuk javasolni az emelést, úgyhogy ez a véleményem. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Annyi megjegyzésem lenne a dologgal kapcsolatban, hogy értem. Értem én, hogy emelni kell a bérleti díjakat, ezzel nincs különösebben kifogásom. Továbbra is azt mondom, hogy az időzítés nem megfelelő. Képviselőtársamnak meg azt mondanám, hogy igen, valóban a mértéke. Tehát közel 50%-kal emeljük meg ezeket a bérleti díjakat. Mondjuk, hogyha igen, lehet utána számolni. Tehát igen, összességben közel 50%, így van. Meg lehet nézni nyugodtan. Tehát ami eddig 10 000 forint volt, az nagyjából 15 000 forint lesz a 100%-os emelkedés, és lehet csodálkozni. Na mindegy. Tehát ez az egyik része a dolognak, a másik része az, hogy ha mondjuk csak az infláció mértékében, tehát azaz a közel hivatalos inflációról beszélünk, a 20% körüli lenne. Ha itt körül lenne az emelés, még az is elég magas, pontosan azért, mert valóban megélhetési és egyéb költségek rázódultak az emberekre. Minden egyéb területen. Az, hogy nem szociális ellátás, valóban nem. Miért az üzemanyag ellátás? Nem. Ársapka van rajta, és a többi. Egy csomó ilyen dolog. Tehát az sem szociális intézkedés, és mégis van benne egy kivárás, egy hatósági lépés. Úgy gondolom, hogy ezt az időszakot, ha bekövetkezik az, hogy a következő évi költségvetésben egy olyan kompenzáció megjelenik, ami ezeknek a lakosoknak például valamennyit is segít, vagy egyensúlyoz, balanszíroz a fizetési kötelezettségeiken, akkor az úgy nagyon jó, csak az márciustól fog megjelenni, itt viszont a komoly számlák gyakorlatilag január-február, márciusra jelennek meg, azaz a valós és nehéz terhek ebbe az időszakban jelennek meg a lakosságnál. Tehát továbbra is azt mondom, hogy átgondoltan az infláció mértékében és később elhalasztva. Köszönöm szépen, ennyit akartam. További kérdés, hozzászólás.
Most keresem a százalékokat, de azt gondolom, hogy képviselő úr egy kicsit sokat mondott, tehát én, ha jól emlékszem, akkor ez egy 20 vagy 25 százalékos a számok alapján, tehát az 50-től messze van. Én a 20-ra emlékszem, tehát 10-ről 15 az nem hiszem, hogy szerepel benne olyan, de... Én 20-ra emlékszem. Nyilván nem szeretnék most itt végig sorolni minden négyzetméter per árat, és hogy ez hogy alakul, de az biztos, hogy ez egy kicsit sok, amit képviselő úr mondott. Hát ez szerintem nem piac, hogy itt vitatkozzunk egymással. Én úgy emlékszem, hogy ez 20%, és ehhez ragaszkodom is, hogy 20%, tehát azért messze van az 50-hez. Ne legyen azért csúsztatás, én azt gondolom, semmilyen hozzászólásban. Tehát ha megjelentek a számok, akkor ragaszkodjunk a valósághoz, és ez 20%. További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, azt kérem jelezze, igen, nem. Az 7 igen, 3 nem szavazattal a napirendet elfogadtuk. Második napirendi pontunk, javaslat a közterület rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 3/2019-es önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt képviselőtestület, Karcagváros önkormányzat képviselőtestülete 2019-ben jogszabályi környezetváltozása miatt alkotta meg az új közterület rendeltetésről eltérő használatáról szóló rendeletét. A rendelet megalkotásakor a 2015 évben megállapított közterület használati díjakon nem hajtott végre emelést, tehát 2015-ben volt utoljára díjemelés. Itt is azt javaslom, hogy a megváltozott gazdasági viszonyok indokoltsága miatt a közterület használati díj emelését. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólása van-e a napirenddel kapcsolatban? Kanász Nagy László képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. Az ügyrendi és jogi bizottság ezt a napirendi pontot is megtárgyalta, és hát jogosnak tartotta itt is a díjak konkretizálását is, emelését. Egy ellenzéki ellenszavazattal, de megszavazta a bizottság ezt a napirendi pontot is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze, igen, nem, 7 igen, 3 nem szavazattal a napirend elfogadásra került. Harmadik napirendi pontunk, javaslat a Karcagváros mezei őrszolgálatáról szóló 14/2013-as önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt képviselőtestület, Karcagváros önkormányzat képviselőtestülete 1998-ban alapította meg a mezei őrszolgálatot, és a mezőri járulék mértékét pedig 1999-től 20 forint per aranykorona összegben határozta meg. A megváltozott gazdasági viszonyok miatt itt is javaslom a mezőri járulék emelését 5 forinttal, 25 forint per aranykorona per év összegre. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban. Lengyel János képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt televíziónézők. Először is hagyd köszönjem meg a mezőrök munkáját, gratulálok nekik az eredményeikhez, nagyon fontos feladatot látnak el, ők a külterület rendőrei, úgymond. Ők zöld ruhában, motorral járják a határt, ismerik, a napi kapcsolatban vannak a gazdákkal, figyelik az oda nem illő egyéneket, igazoltatják őket, és intézkednek, ha kell. Fel vannak szerelve,
éles, sörétes lőfegyverrel, gumibottal, bilincsel, könygázszóró palackkal, amiket ha kell, akkor használhatnak. Én nagyon szomorú, hogy nincsenek eléggé megbecsülve. Mivel akinek magasabb végzettsége van, az is 8 osztályos minimálbért kap, benzinpénzzel együtt körülbelül havi 200.000 forintot, hiszen ezek az emberek nagyon fontos munkát látnak el. Én úgy gondolom, hogy kevés ez a fizetés ahhoz képest, amit elvégeznek. Én úgy gondolom, hogy többet érdemelnének. Most ez az emelés, ez lehetőséget nyújt arra, hogy ugye a mezőőröknek szálljuk ezt a pénzt. Tartózkodást nyomtam, de polgármesterem úrról múlik, hogy mi lesz a szavazatom. Ha polgármester úr garantálja, hogy ez a 200.000 forint, ennyi, pontosan annyi az emelés, az a 25% és 250.000 forintot meg tudnak kapni, bárhogy ezek a srácok, akkor igennel fogok szavazni. Ha azt mondja, hogy nem, ez valami egyéb földadó szerűség, ami is nem a mezőrökhöz fog jutni, akkor nemmel fogok szavazni. Tehát polgármester úr, kérem, hogy nyilatkozzon, hogy ez a mezőrökhöz fog jutni, vagy nem. Ilyen egyszerű a dolog. Én sajnálom, hogy ezek az emberek nem kapják meg a megfelelő megbecsülést, hiszen kiváló szakemberekről van szó. Nagyon régen valaki több mint 20 éve mezőr már, és nagyon nagy szükségünk van rá. És szeretném, hogyha a mezőrök megkapnák azt, ami most a mezőri járulék. Igazából nekik lesz befizetve a gazdák által, jó lenne hozzájuk is kerülnek. Köszönöm szépen a szót. Ritka dolog, amikor egyetértünk képviselő úrral, de a hozzászólásának elejével, első részével teljesen egyetértek. Én azt gondolom, hogy valóban óriási munkát végeznek a mezőrök, és megfeszített az, amely munka az, amelyet ők végeznek, hiszen bármilyen időjárási körülmények között nekik ezt a feladatot el kell látni, úgyhogy valóban megérdemlik azt, hogy megbecsüléssel legyen feléjük, nem csak a mezőgazdasági társadalom, hanem a város teljes lakossága. Az, hogy nincsenek elismerve, azt én azt gondolom, hogy nyilván a munkáltatón keresztül, és azt gondolom, hogy az önkormányzaton keresztül is el szokta ismerni, nyilván a munkáltató is, és az önkormányzat is, mint ahogy más önkormányzati fenntartású intézmények esetében is, hiszen amikor lehetőségünk volt, és amikor a költségvetésünk megengedte, akkor természetesen minden dolgozó megkapta azt a lehetőséget, köztük a mezőőrök is. A mezőri járulék az nem elsősorban a fizetésre van, hanem magára a feladat ellátásra. A feladat ellátáshoz nem csak a fizetés, hanem sok más minden hozzá tartozik. A megfelelő körülmények biztosítása, a ruházat biztosítása, a gépjármű biztosítása, az üzemanyag biztosítása, és épp képviselő úr mondta az előző hozzászólásában, hogy bizony az üzemanyag árak azok nem ott vannak, ahol mondjuk 20 évvel ezelőtt, és akkor is el kell látni ezt a feladatot. És azt is tudjuk, hogy nem magánszemély költséggel tankol egy-egy intézmény, hanem a megemelt benzin és gázolaj áron. Tehát én azt gondolom, hogy ha arról beszélünk, hogy mi mindent kell a mezőri járulékból és a mezőri normatívából kigazdálkodnia az önkormányzatnak, illetve az önkormányzati intézménynek, akkor nem csak a fizetésekről beszélünk. Nyilván minden olyan lehetőséget, amely a fizetés emeléssel kapcsolatos, vagy az ő bérük emelésével kapcsolatos, azt meg fogja vizsgálni első körben a munkáltató intézmény, aztán második körben majd az önkormányzat képviselőtestülete, illetve a hivatalnak a szakemberei, és hogyha lehetőség lesz, akkor ezt a költségvetésben be fogják terjeszteni. Az, hogy ez majd hogyan fog megvalósulni és hogyan fog bekerülni a költségvetésbe, erre én most nem tudok ígéretet tenni, hiszen azért ez egy sokkal hosszabb folyamat ennél. Nyilván, ha benne lesz a költségvetésben, akkor meg fogják kapni. Azért zárójelben megjegyzem, hogy ezt nem szokta képviselő úr megszavazni, ugye általában a költségvetés, tehát hogyha tartalmazza a mezőri béremelést, akkor sem igazán szokták megszavazni.
de a lehetőséget azt nyilván fogjuk vizsgálni, nem csak a mezőőrök esetében, hanem minden egyes önkormányzati intézmény esetében, és ezeket a lehetőségeket megtesszük. Úgyhogy én erre most ígéretet nem fogok tudni képviselő úrnak, én azt kérem, hogy a józan eszére, illetve a költségvetés stabilitására való tekintettel szavazzon majd, ne az én hozzáállásomra, mert az én hozzáállásom az, hogy ha lehet, akkor nyilván mindenkinek fogjuk emelni a bérét, de ez majd a jövő évi költségvetés tárgyalásakor fog kiderülni. További kérdés, hozzászólás, Molnár Pál képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, kedves jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Mezőgazdaság és Környezetvédelmi Bizottság is természetesen tárgyalta ezt a napirendi pontot. Ott egy hangulag elfogadásra került ezek a felvetések, ott nem hangzottak el. Nyilván lehetősége van egy képviselőnek felülvizsgálni akár a döntését is, a bizottság is megszavazhatja, vagy esetleg tartózkodik, és hozhat más döntés a képviselőtestületű ülésen. Ez egy más kérdés, hogy egyik napra a másikra hogy tud változni az ember véleménye. Igazsághoz azért hozzátartozik, hogy nem csak a mezőőrök bére alacsony, hanem a városgondosság valamennyi dolgozójának a bére. Akkor én most igazgatóként elmondhatnám, hogy már pedig költségvetés polgármester nem fog elfogadni, vagy az emléseket, hogyha nem emeli a városgondosság köztük az én béremet is. Hát én úgy érzem, ez egy elég erkölcstelen és elég furcsa dolog lenne, hogyha ilyen szankciókat meg így fenyegetőznék, hogy már pedig ez akkor történik csak meg. A mezőrök én úgy érzem is maximálisan egyetértek polgármester úr, hogy igenis el vannak ismerve, anyagilag nem is, de erkölcsileg mindenféleképpen, és ez is egy nagyon fontos dolog. Több kitüntetett megyei közbiztonságért díjasunk van, több városi közbiztonságért díjasunk van, polgármester és az egész képviselőtestület mindig partner ebben, hogy ilyen is ismerjük el, ne csak a rendőrség, ne csak a katasztrófavédelem, hanem a mezőrségnek a munkáját is. A dologhoz hozzátartozik az is, hogy a mezőrök felszerelését ezekből a pénzekből kell nekünk biztosítani, nem csak az üzemanyag, hanem a ruházatot is, a zoknitól kezdve a nyakkendőig, minden kötelező feladatként meg kell az önkormányzatnak és a városgondosságnak vásárolni. Ezek éves szinten milliós tételek, speciális lábbeliket, nyári, téli öltözetet kell biztosítani. Hozzáteszem még egyszer, hogy lehetne több valóban a fizetésük, de hát ezzel most nem tudunk mit kezdeni, inkább onnan közeli, hogy ennyi a város költségvetése, meg ennyi az állami finanszírozás, mert úgy kerek a történet, ha elmondom azt is, hogy ezek a bérek államilag vannak meghatározva. Nem az önkormányzat határozza meg, hanem ezek államilag meghatározott bérek. És én onnan közelíteném meg, és azt hiszem, hogy ez a legpontosabb és legkorrektebb megközelítés, hogy egyáltalán örülni kell, hogy meg tudjuk tartani az a mezőri szolgálatot, mert ez nem kötelező feladat. Tudok több települést is, ahol úgy meg kellett szüntetni a mezőri szolgálatot, mert nem bírják az önkormányzatok fönntartani. Annyi adalékot még mindenféleképpen szeretnék elmondani, hogy munkáltatóként mindent megteszek én is, és a kollégáim is, és ebben élvezem a városgondosság, vagy a városvezetésnek a támogatását is, hogy olyan helyzetben legyenek a mezőrök, hogy az mellett, hogyha elvégzik a munkájukat, tudjanak másodállást, vagy valami olyan kiegészítő tevékenységet vállalni, ami természetesen nem összeférhetetlen az elvégzett munkájukkal. Biztosítva ezzel is azt, hogy a jövedelmeik olyan szinten legyenek, hogy abból egy családot el tudjanak tartani, meg tudjanak élni ebből a pénzből. És én úgy látom, éppen Lengyel János képviselőtársamat szeretném megerősíteni, hogy van mezőr, aki már 20 éve, vagy több mint 20 éve itt van, de ez azért csak nem azt jelenti, hogy nincs megelégedve a környezettel, a munkájával, vagy esetlegesen a munkáltató hozzáállásával. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás, Lengyel János képviselő. Köszönöm szépen a szót, azért csak reagálnék rá. A Mezőgazdaság Bizottságon is tartózkodást, nem tudom, ha megnézi képviselőtársam. Úgyhogy akkor is erre gondoltam, hogy majd polgármester úron múlik. Hát igazából nem kaptam kielégítő választ. Az az igazság, hogy a mezőrök 20 000 forintból kell megoldani a havi
területbejárást, és ha van a motor, saját motorkerékpályukkal probléma, azt megjavítsák. És tehát tudjuk, hogy egy első kerék is többbe kerül, mint 20 000 forint. Tehát azért megérdemelnének sokat. Én csak azt mondom, hogy szeretnék ebből az emelésből, ami most mezőri járulékként, a mezőröket kellene támogatni, nem pedig egy közös földadóba menjen be ez a pénz. Úgyhogy joggal várják el a gazdák, amikor azt mondják, hogy ők befizették a mezőri járulékot, akkor miért nem vagytok itt, meg ott, meg amott, és nem hiszik el, hogy minimálbért kap a mezőr. Azt mondják, azt hiszik, hogy óriási pénzeket kapnak. Hát nem. Amikor azt mondjuk a gazdáknak, hogy nem, ez minimálbér van, plusz 20 000 forint benzinpénz, nem hiszi el a gazda, akkor azt mondják, hogy atya úristen. Úgyhogy polgármester úr, vizsgálják meg ezt a mezőröknek lehetőség van-e valamennyivel többet adni, de akkor következetes leszek, úgyhogy tartózkodást fogunk nyomni. Köszönöm szépen. Képviselő, még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a mezőrök, hanem az összes önkormányzati intézmény összes dolgozójának vizsgáljuk azt a lehetőséget, hogy hogyan lehet minél több bért adni. Ezt a költségvetés fogja tartalmazni. Nem én döntök ebben, hanem közösen fogunk dönteni a képviselő testület, amikor a költségvetést elfogadjuk. Először el kell fogadni a költségvetést, majd amikor a költségvetésről vitázunk, akkor képviselő úrnak föl kell állni, elmondani, hogy honnan, mit, hova szeretne átcsoportosítani. Ezt én úgy emlékszem, legalábbis az elmúlt két évben, amikor én vezettem a költségvetés tárgyalását testületi ülésen, ez nem történt meg. Amikor a végére értünk, akkor meg nemmel szavazott. Tehát nem most kell kicsikarni tőlem egy olyan döntést, amire én nem vagyok feljogosítva, hiszen ezt majd itt fogjuk elfogadni mindannyian. És azt, hogy képviselő úr meg most hogy szavaz, az meg nyilván az ön szíve joga vagy lelki ismerete. További kérdés, hozzászólás. András képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Egy gondolat erejéig térnék csak erre a dologra vissza. Ahogy képviselőtársam is említette és mondta, hogy alapvetően ezek a bérek vagy munkabér, amelyik itt megjelenik, akár a mezőröknél, de az önkormányzati dolgozóknál is, ez kormányzati döntés és feladat. Tehát érezzük mi azt azért, hogy az önkormányzatnak vannak lehetőségei, de azok elég szűkek és eléggé behatároltak. Viszont jelzésérték az lehet, hogy az önkormányzat és polgármester úr fölfelé jelezze, hogy bizony ezek az összegek már elég alacsonyak ahhoz, hogy akár megtartó erőűek legyenek, vagy akár, hát, hogy is mondjam, tiszteletre méltóak legyenek. Úgy gondolom, hogy ha ezt fölfele jelezzük a megfelelő hatóságok, minisztérium és a többi fölé, akkor elképzelhető, hogy az ország költségvetésében is megjelenik majd egy olyan összeg, amelyikre támaszkodva az önkormányzat ezeket a lehetőségeket ki tudja terjeszteni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Ismét egy olyan hozzászólás, amivel egyetértünk. Úgyhogy ezt folyamatosan tesszük, folyamatosan megyünk, jelezzük, úgyhogy én azt gondolom, hogy nyilván ez a feladatunk is egyébként. Úgyhogy ezt megtesszük, és meg fogjuk tenni a jövőben is. Úgyhogy ebben teljesen egyetértünk képviselő úrral. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor szavazás következik elfogadásra. Javaslom a napi rendet, aki ezzel egyetért. Jelezze, igen, nem, tartózkodott, három tartózkodás mellett elfogadtuk a napi rendi pontot. Negyedik napi rendi pontunk beszámoló a Karcagvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének első három negyedévi végrehajtásáról. Tisztelt képviselő testület, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének első három negyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján én azt gondolom, hogy megállapíthatjuk, hogy megfelelő ütemben a fedezet folyamatos biztosítása mellett valósult meg, nyilván azzal együtt, hogy ahogy az előző testületi
ülésen is döntöttünk, illetve a mai testületi ülésen is néhány napirendi pont erről szól. Folyamatosan felül kell vizsgálni és megtenni azokat a lépéseket, amelyek a stabilitásának a megtartása érdekében szükségesek. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki elfogadja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, három, nem, szavazat mellett elfogadásra került a napirend. Ugye erről beszéltem a költségvetés kapcsán, látszik, hogy nem hazudtolták meg önmagukat. Ötödik napirendi pontunk, beszámoló a Karcagváros Önkormányzat képviselő testülete gazdasági programjának végrehajtásáról. Tisztelt képviselő testület, a igen gazdag kiküldött anyag azt gondolom, hogy tartalmaz minden fontos információt, amely 2020-2024-es időszakra vonatkozik, hogy a minden évben felül kell vizsgálnunk ennek a végrehajtását. Minden olyan fontos gazdasági tevékenység, amely ebben az időszakban, az eltelt időszakban elvégzésre került, a különböző pályázatok, befolyt összegek, ezeknek a jelenlegi állapota, erről szól maga az előterjesztés, illetve a beszámoló. Gondolom a bizottságok végig tárgyalták, képviselők átolvasták, vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, három, nem, szavazattal elfogadásra került a napirend. Tisztelt képviselőtestület, hatodik napirendi pontunk. A javaslat az egyes haszonbérbe adott termőföldek 2023. évi haszonbérleti díjának megállapítására. Tisztelt képviselőtestület, Karcagváros Önkormányzat vállalkozói vagyonában mintegy 1200 hektár nagyságú termőterület található. Ezek vonatkozásában került eddig megállapításra a haszonbérleti díj mértéke, melyet 2015 évben hagyott legutoljára jóvá a képviselő testület, akkor egységesen 50 ezer forint per hektár mértékkel számolva határozta meg a haszonbérleti díj összegét. De lehetőségünk van ennek a díjnak az emelésére. Én javaslom, hogy a gazdasági helyzetünkre való tekintettel, illetve az eltelt időszak hosszára való tekintettel, hiszen 2015-ben került megállapításra, ez a haszonbérleti díj 10 ezer forint per hektár összeggel történjen megemelésre, így gyakorlatilag 60 ezer forint per hektárban állapítsuk meg a haszonbérleti díjat az önkormányzati tulajdonú területekre vonatkozólag. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egy nem szavazattal elfogadásra került. Hetedik napirendi pontunk, javaslat a Karcagvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára, nem lakás célú helységek, valamint belterületi ingatlanok bérleti díjának emelésére. Tisztelt képviselőtestület, a helység bérleti díjat, valamint az egyéb belterületi ingatlanok bérleti díját minden esetben egyedileg határozza meg a képviselő testület, ahogy az előző napirendeknél is elmondtam, 2022. december 31-ig nincs lehetőségünk az emelésre, tehát 2023. január 1-től javaslom az anyagban is szereplő díjemelést, amely díjemelés a bérleti díjak 20%-kal történő megemelésére tesz javaslatot. Kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? Andrássy András képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. A problémám ugyanaz. Tehát úgy gondolom, hogy ha a Karcagváros lakosait nem kívánjuk terhelni feleslegesen, vagy nem feleslegesen, de nem kívánjuk terhelni,
úgy azokat sem, akik ilyen-olyan-olyan vállalkozás vagy egyéb célokból bérelnek ingetleneket. Nem azt az időszakot éljük, én továbbra is azt mondom, amikor ennek helye van. Változatom ugyanazt, mint korábban is azt mondom, hogy térjünk erre a kérdésre vissza, adjunk egy laufot az embereknek, adjunk a karcagiaknak lehetőséget, és térjünk vissza 24. január 1-én erre a kérdésre. Ha szükséges emelni, emeljük január, 24. január 1-én. De most, amikor különösen erős nyomás van minden emberen, akkor azt mondom, hogy ennek nem most van a helye. És a 20%-ban sem vagyok egészen biztos, ugyanúgy, ahogy az előbb említettem, hogy az önkormányzati lakások bérleti díjánál sem. Mert azért próbáljunk el egy kicsit matekolni. Ha megnézik, ott van, hogy 231 forint per négyzetméter a jelenlegi bérleti díj egy komfortos lakásnál. És ezt 347-re emelik. Az mennyi? 116 forint nagyjából, ugye? Az hány százaléka a 230-nak? Ja. Több mint 50%. De hagyjuk, nem vitatkozni akarok, tudom, matekból mindig gyenge voltam. Ugyanazt mondanám, hogy ebben az esetben is ne terheljük a lakosságot. Adjunk laufot, legyünk túl a nehézségeken, legyünk túl azon az időszakon, ami mindenkinek nehéz. Mindenkinek, a gazdálkodónak, a lakosnak, a kereskedőnek, mindenkinek nagyon nehéz. És emeljük meg ezeket a díjakat akkor. Én úgy gondolom, hogy a kormány nem fogja elengedni az önkormányzatoknak a kezét. Fog segíteni, meg fognak érkezni azok a segítségek, amelyek áthidalóak lesznek ezekbe az ügyekbe. És túl fogjuk élni. Ne terheljük a lakosságra ezt a még plusz terhet. Van nekik elég bajuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr, nálam megvan itt a részletes ingatlan nyilvántartás, tehát a 20%-os biztos, hogy 20%. Nyilván nem szeretném elmondani azt, hogy miről, mire emeljük, de azt gondolom, hogy jócskán, és most határozottan háromszor aláhúzva, jócskán a piaci árat marad az, amely a 20%-os emelés után is megállapításra kerül. És azt azért mindenképpen szeretném elmondani, hogy ha ebben a gazdasági helyzetben az önkormányzat, és ezt nyilván átbeszéltük már az előző soron kívüli testületi ülésen is, ha nem tesz meg minden olyan lehetőséget, és nem vizsgál meg minden olyan lehetőséget, amely a rendelkezésére áll, akkor nem is várhatunk segítséget. Tehát elsősorban azt gondolom, hogy önmagunknak kell megvizsgálni azokat a lehetőségeket, amely a város fennmaradását, a költségvetés egyensúlyban tartását teszi lehetővé, és majd utána kérhetünk, és hát vélhetően kapunk is majd segítséget. De első körben meg kell vizsgálnunk minden olyan lehetőséget, és erről döntöttünk az előző testületi ülésen is, és erről szólnak a mostani napirendi pontok is, hogy vizsgáljuk meg, hogy saját hatáskörben melyek azok a lehetőségek, még ha minimálisak is, hiszen az előbb 5 forintról döntöttünk, akkor meg kell tennünk. A vállalkozásokról beszél képviselő úr, és azt mondja, hogy adjuk meg a lehetőséget. Én azt gondolom, hogy még ezekkel az árakkal is olyan lehetőséget biztosítunk a vállalkozásoknak, a különböző üzlethelységeknek, vagy garázs alatti földterületeknek, amelyek jócskán a piaci ár alatt maradnak. És ugyanilyen lendülettel egyébként, ha vállalkozásokról beszélünk, akkor az előbb megszavazták a haszonbérleti díj emelését. Nyilván ott is vállalkozások használják ezeket a földterületeket. Ott akkor nem tudom, mi jogból szavazott képviselő úr, hiszen ugyanolyan vállalkozásokról beszélünk. Körülbelül ugyanakkor az emelés is, hiszen ott is nagyjából egy 20%, hogyha jól számolom, matematikában bizonyos százaléktól eltérően. Tehát én azt gondolom, hogy maradjunk a napirendnél, nem olyan jelentős. Nyilván az önkormányzatnak jelent valamekkora bevétel növekedést, hiszen a napirendben is le van írva, hogyha jól emlékszem, akkor körülbelül egy 5 millió forintot jelent önkormányzati szinten. Ez nem egy nagy emelés,
Tehát én azt mondom, hogy még ezzel is támogatjuk a különböző vállalkozásokat, de megtesszük azt a lépést, amely szükséges ahhoz, hogy egyensúlyba tudjuk tartani a költségvetésünket, és el tudjuk végezni azokat a feladatokat, amelyek előttünk állnak, többek között mondjuk a mezőőri béremelést, vagy tudjuk biztosítani a jövő évi lehetőségeinket. További kérdés, hozzászólás van. Lengyel János képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők. Polgármester úr, ezzel a vállalkozóknak való emeléssel azt is kockáztatjuk, hogy bezárnak, tehát felhagynak a vállalkozásukkal, és utána semmiből nem tudjuk beszedni a bérleti díjat. Tehát ugyanezt gondolom, mint képviselőtársam, hogy nem most van ennek az ideje, el kellene használni később, amikor már nem lesznek ekkora rezsiterhek, nem lesznek ekkorák a mindennapos megélhetés nehézségei. Én úgy gondolom, hogy későbbbe kell hagyni. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor szavazásra bocsájtom, aki támogatja a javaslatot, kérem jelezze, igen, nem, 3 nem és 6 igen szavazattal elfogadásra került a napirend. 8. napirendi pontunk, javaslat a karcagi polgármesteri hivatalnál történő igazgatási szünet elrendelésére. Tisztelt képviselő testület, Magyarország kormánya a különleges jogállású szerveknél elrendelte, hogy 2022. december 22 és 2023. január 6 között igazgatási szünet kerüljön elrendelésre. Tekintettel arra, hogy a kormányzati igazgatási szünet érinti a Városházán működő karcagi járási hivatal irodáit is, így célszerű, hogyha a Karcagváros önkormányzat polgármesteri hivatalában is alkalmazkodunk ehhez az időponthoz, és 2022. december 22 és 2023. január 6 közötti időszakra a Városháza teljes épületét bezárjuk, hiszen így a járási hivatallal együtt tudunk energiát megtakarítani. Természetesen a halasztás nem tűrő munkakörű feladatok ellátásáról a hivatal vezetője, jegyző úr gondoskodni fog, és ezt megfelelő fórumokon majd természetesen hirdeti is. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselő testület, 10 perc szünetet rendelek el. Tisztelt képviselő testület, folytatjuk a napirendi pontok megtárgyalását. 9. napirendi pontunk, javaslat Karcagváros belterületén a fizetős parkolási rend bevezetésére. Ugye, ahogy az előbb is említettem, már október 24-én határozatban fogadtuk el azt, hogy a képviselő testület felkéri Karcagváros polgármesterét és jegyzőjét, hogy az önkormányzati költségvetés bevételi oldalának növelési lehetőségeit vizsgálja meg, és készítsen elő szakmai anyagot, különös tekintettel néhány lehetőségre, ugye, amelyekről az előbb is tárgyaltunk, és ezek között a lehetőségek között került felsorolásra, amely feladatot adott számunkra a jegyző úrral, hogy a parkolási díj bevezetésének lehetőségét vizsgáljuk meg. Ez az anyag elkészült, minden olyan fontos információt, összegeket tartalmaz, amelyek Karcagváros belterületén a parkolási díj bevezetéséhez szükségesek. Látszik ezekből a díjakból, hogy olyan mértékű befektetést igényel, hiszen, ha jól emlékszem, keresem a számot, az első évben több mint 310 millió forint beruházást igényelne, és ezzel szemben a bevételek azért jócskán elmaradnak, tehát gazdasági számítások alapján ennek a parkolási díjnak a bevezetése jelen helyzetben semmiképpen nem indokolt, hiszen nem kiadásokra van szükségünk, hanem bevételekre van szükségünk. Nyilván egy javaslatnak megvan a jogi formulája, hiszen egy javaslat végén egy határozat kerül megfogalmazásra,
és erről a határozatról kell döntenünk, és amikor nekem, mint előterjesztőnek ezt a határozatot be kell terjesztenem, akkor nyilván erre a határozatra kell javaslatot tennem, de azzal az eltéréssel, hogy nyilván ennek a jogi formulának megfelelően kell megfogalmazni ezeket az ajánlásokat, de én magam, és hát nyilván jegyző úr is azon az állásponton van, hogy jelen gazdasági helyzetben Karcagváros belterületén a fizetős parkolási rendet semmiképpen nem szabad és nem is kell bevezetnünk. Vitára bocsájtom a napi rendet, kérdés, hozzászólás van. Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, kedves képviselőtársak, tisztelt televíziónézők. Álságos hír jelent meg a minap, nem régiben, miszerint az önkormányzatunk már el is döntötte a parkolási díj bevezetését Karcag városában. Egyesek ezt lelkesen osztották különböző fórumokon, portálokon, olyannyira, hogy én magam is láttam a Facebookon, és egyszerűen nem lehetett meggyőzni az illetőt, hogy egyelőre erről nincsen szó, hiszen, mint a mellékelt ábra mutatja, hát még csak most tárgyalunk róla. A pénzügyi bizottság is tárgyalt róla, és hát az, az igazság, hogy ott is elmondtam, hogy én nem gondolom, hogy el kellene térnünk a több éves, több évtizedes gyakorlattól, miszerint a lakosságot nem akarjuk tovább terhelni, hiszen ezelőtt könnyebb időkben sem tettük meg, akkor most pláne ezzel a drágasággal, inflációval sújtott időben nyilván eszünk ágába sincs ezt meglépni. És a pénzügyi bizottságban is az az álláspont alakult ki, hogy az itt megjelent, az itt leírt határozatot nem javasoljuk elfogadni. Karcagon nem javasoljuk a parkolási díj bevezetését. Köszönöm szépen. További hozzászólás, Molnár Pál képviselő. Köszönöm szépen, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, kedves televízió nézők, nem azért jelentkeztem ilyen gyorsan, hogy nekem más a véleményem, hanem leszeretném vezetni ezt, hogy egy vezetőnek, egy önkormányzati képviselőnek mit kell megtanulnia és mit kell tudnia. Vezetőként és önkormányzati képviselőként, pláne polgármester úrnak, meg polgármester úrként, de mondhatnám jegyző úrnak is jegyzőként, döntéseket kell hozni. Ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk, ezt vezetés elméletből tanítják, ahhoz megfelelő döntés előkészítés kell. Ennek vagyunk most szemtanúi, egy döntés előkészítési folyamat van, amikor is felvetődik egy téma, próbáljuk a bevételeinket növelni, költségeinket csökkenteni. Itt most egy bevétel növelésnek a lehetőségét vizsgáltuk meg. Látszik a számokból, és én ezt köszönöm a hivatalnak is, a városvezetésnek is, hogy ilyen szépen feketén-fehéren tényekkel alátámasztva, és itt a tényeket emelném ki a számok tekintetében, a tények ugyanis makas dolgok, hogy már Churchill is fogalmazta, nem lehet velük vitatkozni. Ezekkel a számokkal valóban nem lehet vitatkozni. Egyértelműen látszik, hogy teljesen felesleges lenne parkolási díjat bevezetni, óriási beruházási költséggel járna ez, bevételeket az első években még kevesebbet, vagy ott körül tudna csak hozni, hogyha jó, olyan lenne a fizetési morál, amilyen optimumot feltételez az anyag. Tehát látható az, hogy a számok azt mutatják, hogy teljesen felesleges bevezetni, deficites lenne ez, nagy beruházási költséggel hitelt kell fölhozni, és ilyenkor a képviselő nyugodtan tud és biztosan dönteni. Nekem is az lenne a javaslatom, hogy az önkormányzat ne vezesse be ezt. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. További hozzászólás, Lengyel János képviselő. Köszönöm a szót, képviselő úr, tisztelt televízió nézők, hagyj idézzek az anyagból. Ja, polgármester úr, és televízió, teljesen minden. Azt mondja, az anyag így kezdődik, csak hogy idézzek. Karcagváros önkormányzat polgármestere, javaslat. Karcagváros belterületén fizetés parkolási rend bevezetésére. Karcagváros önkormányzat bevételének növelése céljából tervezi a fizetős parkolási rend bevezetését a város belterületén. Tervezi. Tehát akkor miért beszélünk róla? Nem beszéltünk volna erről az egészről, ha nem terveznék. Ez egy nagyszerű anyag, veszélyes anyag, mivel
Ez annyira részletes, hogy akár holnap is be lehetne vezetni. Itt még néhány dolgot hagy idézzek. Egységes díjszabás mindenhol 400 forint per óra. Egyéb parkolózónak 250 forint per óra. Itt van egyszeri díjak, költségek, 40 darab jegykiadó automata, 5 millió forint darab plusz áfa, 254 millió forint. 40 darab közmú kiépítése, 40 darab közmú tervezése, ügyviteli rendszer, irodai informatikai eszközök, és itt a lényeg piros csomagok, indulókészlet, parkolóterületek kitáplázása, és ez mindösszesen 310 millió forint. Itt még vannak, tehát annyira rendszeres, vagy nagyon jó az anyag, hogy itt az van, hogy a bevétel, ha 100%-os, 1 milliárd 35 millió forint. De ugye ez nem lehet, és 10%-os kihasználtságon számolja az anyag. Hogy nem éri meg, de ha 30%-os a kihasználtság, már akkor megéri. Majd egyszer valami képviselő társam feláll, és azt mondja, hogy hát nem 10%, hanem 30%-os, és akkor már megéri. Tehát mi az elejétől kezdve ellene voltunk a parkolásnak, és nagyon jó, és itt köszönöm meg a kedves városlakóknak, hogy felháborodtak a városi parkolási rendszer hírére, mert visszakozott a kedves testület, mert ha önök nem háborodtak volna fel, akkor bizony ez meg lenne szavazna, és most parkolás lenne Karcagon. Köszönöm szépen, nincs ennek vége, a csatát megnyertük, a háborúnak nincs vége, de tessék még felháborodni és mondani, hogy nem kérünk a parkolásból. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő úr, én azt gondolom, hogy nem elég végigolvasni egy anyagot, azt meg kell tanulni értelmezni is. Én azt gondolom, hogy ön még soha életében nem olvasott végig szó szerint ennyire egy testületi anyagot, mint ezt, hogy bele tudjon kötni egy-egy mondatba. Az elején azzal kezdtem, hogy egy javaslatnak megvannak a jogi formulái. Én nem tudom hány éve ül itt, eddig még nem tűnt föl, hogy a javaslatnak, előterjesztésnek jogi formulái vannak. Az önkormányzat képviselő testületétől a polgármester és a jegyző kapott egy egy feladatot arra, hogy dolgozzon ki egy anyagot azzal kapcsolatban, hogy a parkolási díj bevezetése mennyibe kerül, és milyen szinten lehet megoldani. És azzal egyetértek önnel, hogy az anyag nagyon jó. Ezt ön többször is elmondta. Az anyag valóban jó. Arra ad lehetőséget, hogy megvizsgáljuk, hogy bevezetésre kerüljön, vagy ne kerüljön. És ahogy elmondtam a bevezetőben is, a gazdasági számok alapján, amikor egy 310 millió forintos beruházással 70 milliót? Az első évben, ha jól emlékszem, 95 millió forint bevételt hozna, akkor mi értelme van? Akkor mi értelme van, képviselő úr? Tehát ehhez nem kell ellenzékinek vagy kormánypárti képviselőnek lenni, ehhez csak józan ész kell. Készült egy anyag, amely alátámasztja azt a felvetést, hogy nincs értelme bevezetni. Senki nem akarta bevezetni, ezt ők, önök tálalták úgy egy ellenzéki médiában, hogy itt mindenki bevezetni akarja a parkolási díjat. Senki nem akarja bevezetni a parkolási díjat. Nem azért építünk parkolókat, és nem azért fejlesztjük a parkolási lehetőségeket, hogy parkolódíjat vezessünk be. De meg kell vizsgálnunk, ahogy az előbb is elmondtam, minden olyan bevételi lehetőséget, amely a város rendelkezésére áll. Mit lehet bevezetni? Ahogy az előző testületi ülésen is eldöntöttük, hogy a bérleti díjak emelését, az iparűzési adómentesség eltörlését, a kommunális adó bevezetését és sok-sok mindent. Ennek egy része a parkolási díj. Ezt meg tudtuk vizsgálni, hiszen eddig Karcagon parkolás nem volt. Nyilván lehet dönteni olyan díjak emeléséről, amelyek megvoltak. Mert ott tudjuk azt, hogy milyen díj van, milyen előkészítése van, mennyiről mennyire emeljük. Erről semmilyen információnk nem volt, hiszen soha senki nem vizsgálta meg azt, hogy megéri-e a parkolási díjat bevezetni Karcagon. Sokan beszéltek róla, önök nyilván minden egyes választásnál elmondták, hogy majd be fogják vezetni biztos a parkolási díjat, biztos azért építenek parkolót, hogy bevezessék a parkolási díjat, és most ki van mutatva az önök kedvéért is, hogy mennyibe kerül a parkolási díj.
Nem éri meg. Látjuk. Mi is látjuk, önök is látják. Tehát ha a képviselő úr veszi a fáradtságot, hogy értelmezze is azt, amit leírtunk, akkor ön is belátja azt, hogy most arról fogunk dönteni, hogy megéri vagy nem éri. Nyilván senkinek nem éri meg. Karcagi Nagy Zoltán képviselő. Teljesen egyetértek polgármester úr által elmondottakkal, képviselő úrnak pedig azt szeretném mondani, hogy ez a tipikus ferdítés, amit ő csinál. Ez egy döntés előkészítő folyamat, itt van egy határozati javaslat, ez nem határozat, amit elfogadtunk, ez egy határozati javaslat. Erről vitázunk most. Tehát az, hogy azt a javaslatot beállítani úgy a közönségnek a kamera előtt, hogy ez már egy eldöntött tény, ez az embereknek a fölösleges hergelése. Nagyon szépen kérem képviselő urat, hogy ne ferdítsen, ne hergelje az embereket, nyugodjon meg, ez a parkolási díj nem lesz bevezetve, mert nem éri meg egyáltalán. Köszönöm. Molnár Pál képviselő. Köszönöm szépen, polgármester a szót. Én megdöbbenve hallgattam képviselőtársamnak a hozzászólását. Úgy látszik, csak nekem ütötte meg, vagy nyilván a többieknek is a fülét, de ez már nem tudott benne maradni, hogy hol háború, itt háború van. Jól hallottam én ezt? Jól hallottam, mert képviselő azt mondta, hogy háború van, és ők csatát nyertek. Én azért bízom benne, hogy még ide nem érkezett el a háború. Egyébként ez a háború csata kifejezése vigyázni kell, mert volt két hadvezér, Lee tábornok és Hannibal, aki minden csatát megnyerte, a háborút elveszítette, függetlenül attól, hogy most Lengyel János képviselőtársam azt mondja, hogy ők csatát nyertek. Nem parkolásról beszélünk, parkolási díjról, képviselőtársam folyamatosan azt mondta, hogy bevezetjük a parkolást. Tehát persze parkolni parkolunk, itt most parkolási díjról van a pontosítás kedvéért, és én azért megkérném, hogy polgármester úrnak adjuk meg a tiszteletet, ne képviselőszük le, hanem igenis polgármester úrnak szólítsuk. Igaz, hogy polgármester úr képviselő is, de most nem mint képviselőtől kapjuk meg a szót, hanem mint polgármester úrtól. A döntés után fog eldőlni, hogy bevezeti az önkormányzat a parkolási díjat, vagy nem. A döntés előtt vagyunk, én javaslom, hogy minél hamarabb hozzuk meg ezt a döntést, és még annyi kiegészítést mindenféleképpen szeretnék tenni. Persze, hát a lakosságnak, hogyha azt mondják, hogy valamilyen díjat be akarnak vezetni, mutassanak már nekem egy díjbevezetésnél, és hogy a lakosság azt mondja, hurrá, bevezetésre kerül egy újabb díj. Én úgy érzem, hogy egy ilyen ócska pufogtatás ez, amit most a ellenzék próbál ránk nyomni. Visszatérve azért a napirendi ponthoz, még egyszer hangsúlyoznám, hogy nekem is az lenne a javaslatom, hogy ezt a díjat ne vezessük be, mert a számok azt mutatják, hogy nem szabad ezzel foglalkozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, lezár képviselőasszony. Köszönöm szépen. Én a képviselőtársamnak a utolsó mondat részéhez szeretnék hozzáfűzni, miszerint ez a rendelet, vagy ez a helyi szabályozás bevezetése került volna, megszavazta volna most a képviselőtestület, ha a médiában, Facebookon, ez egyéb közösségi oldalakon ez nem jelenik meg. Én úgy gondolom, hogy itt a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének többségi képviselőtestületi tagjainak megvan az a lehetősége, mivel az előző választáson egyéni körzeteket nyertünk, hogyha amennyiben úgy gondolta volna, hogy ő, mint személy szerint, és akkor beszélek magamról, és nem más képviselőkről, mint ahogy ez itt elhangzott, hogy mi hogyan szavaztunk volna. Ha úgy gondoltam volna, hogy ez most értelmes új szabályozás, és megéri ennek a bevezetését, akkor megkérdeztem volna a körzetembe tartozó, lett volna rá lehetőségem fórumon, esetleg a lakosság véleményét, és nem a Facebook oldalamon, de saját magam már eldöntöttem, és úgy gondolom, hogy a képviselőtestület tagjai is itt a hozzászólásokban, legalábbis a körzeti képviselők is eldöntötték, hogy hogyan fognak ezt követően szavazni az előterjesztett anyagról. Köszönöm. Köszönöm szépen, a vitát lezárom, és akkor szavazás következik. Karcagváros belterületén a fizetős parkolási rend bevezetéséről. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a határozati javaslatot. Igen, nem, tartózkodott, egyhangulag elutasításra került.
Én azt gondolom, hogy ezzel lezártuk ezt a vitát egyértelműen, és azt gondolom, hogy kérem a képviselő urat is, hogy minden napi rendet akkor ezután ilyen részletességgel olvasson el, mint ahogy ezt is, és próbálja meg értelmezni is majd lehetőségeihez mérten. 10. napirendi pontunk javaslat a karcagi általános iskolák felvételi körzeteire, a karcagi tankerületi központ részére. Tisztelt képviselőtestület, a nemzeti köznevelésről szóló jogszabály előírja, hogy az önkormányzatnak nyilatkozni kell a kialakításra kerülő beiskolázási körzetekről a hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési oktatási intézményekben való elosztásáról. Tisztelt képviselőtestület, 2019. novemberében döntött a képviselőtestület a jelenlegi körzetek meghatározásáról. Én javaslom, hogy ez továbbra is kerüljön ugyanabban a formában meghatározásra. Vitára bocsájtom, a napirendet kérdés, hozzászólás van-e? Pintér Zoltán képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtársak, tisztelt jelenlévők! Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága 2022. november 15-i ülésén a napirendi pontot részletesen tárgyalta. Csak tájékoztatásul közlöm, hogy 2021-es adatok szerint Karcag Város közigazgatási területén 1529 diák tanul általános iskolai fokozaton, vagy általános iskolai szinten a különböző köznevelési intézményekben. A beiskolázási körzetek pedig a következőképpen alakulnak. A városban működő egyházi fenntartású általános iskolai köznevelési intézmények, tehát a Györf István Katolikus Általános Iskola, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentumoboda, illetve a Szent Pál Marista Általános Iskola beiskolázási körzete az a teljes város közigazgatási területére terjed ki, míg ugye egy intézmény, a Kádas György intézmény, karcagi tagintézménye, az pedig speciális módon szakértői bizottság javaslatára iskoláz be. Így tulajdonképpen a karcagi általános iskola és alapfokú művészeti iskola két tagintézménye, a Kiskulcsosi és a Kovács Mihály tagintézménye az, amelynek ugye meg kellett állapítani a beiskolázási körzetét, hiszen az Arany János általános iskola már évek óta nem indít első osztályt, mint hogy az önkormányzat munkatársaival egyetértettünk abban, hogy a korábban, ugye az elmúlt években kialakult rendszer utca vagy közterület felosztás jól működik, ezért én is a bizottság nevében és a bizottsági tagok teljes egyetértésével javasolnám a korábban kialakult rendszer elfogadását, támogatását. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs akkor én magam is elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 11. napirendi pontunk javaslat Karcagváros önkormányzatának a belügyminisztérium által indított járási start munka mintaprogram projekt terveinek benyújtása érdekében kötendő megállapításáról. Ugye minden évben, az elmúlt években visszatérő napirendi pont, hiszen ahhoz, hogy a városgondnokság le tudja bonyolítani a start munka mintaprogramot, ahhoz szükséges az önkormányzattal egy megállapodást kötnie, hiszen az önkormányzat intézményeként ők hajtják végre ennek a programnak a megvalósítását, és ahogy az anyag is tartalmazza, ugye több ponton, mezőgazdasági programban, helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatásban, illetve a szociális jellegű programokban, amely belvízelvezetés, mezőgazdasági földutak rendbetétele, illegális hulladéklerakók felszámolása és közúthálózat karbantartása célokra kerül ebben az évben is benyújtásra. Én javaslom, hogy ezt a megállapodást kössük meg Karcagváros önkormányzat városgondnokságával, hogy le tudják bonyolítani ezt a programot, és be tudják nyújtani magát a pályázatot a belügyminisztériumhoz. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van-e? Bizottság támogatta, én magam is. Andrássy András képviselő. Azt hittem, hogy jelentkezett képviselő. Igen. Jó. Akkor jó. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, akkor ezt tisztáztuk. Tisztelt polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Igen, az előző évek tapasztalata azt mutatja, hogy igen, pályázunk ebbe a kérdésbe, de mindig egyre kevesebb pénz érkezett.
Nagyon reménykedünk abba, hogy a BM most kicsit összekapja magát, és tényleg különös tekintettel a jelenlegi helyzetre, gazdasági helyzetre, a megpályázott igazgató úr által összeállított pályázat alapján megpályázott pénzek valóban meg is érkeznek ugyanabban a mennyiségbe. Folyamatosan csökkenő lehetőségek és források ezen a területen bekorlátozzák a foglalkoztathatók létszámát, és hát ez okozhat magába a projekt megvalósításában is problémát. Nyilván nagyon fontos meg lényeges dolgok azok, amik megvalósításra kerülnének ezen a programon belül. Hát reméljük, hogy a BM kegyes lesz velünk, és nem hogy kevesebbet, hanem többet fog biztosítani forrásként számunkra, és teljesen sikeres lesz ez a pályázat. Köszönöm szépen, csak ennyit akartam hozzáfűzni. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy eddig is sikeres volt ez a pályázat, hiszen nagyon fontos feladatokat végeztek el, mint a programban résztvevők, és én köszönöm igazgató úrnak, munkatársainak, hogy nagyon jól koordinálták ezt a programot, és valóban olyan feladatokat végeztek el, amely a város érdekében előremutató szándékkal és a megvalósítás tekintetében is előre mutató volt. Én bízom abban, hogy ez a pályázat is legalább olyan sikeres lesz. Az biztos, hogy tapasztalatok alapján nem csak a Start munkaprogram, hanem a további közmunkaprogramokból is elmondható, hogy azért bár csökken a létszám, de még ezt a csökkenő létszámot is néha elég nehéz feltölteni, hiszen nem minden közmunkaprogramot sikerült feltöltenünk létszámmal, mert hogy ugye nem igazából munkaerő hiányról beszélünk, de én azt gondolom, hogy egyre kevesebben vannak a szabad munkaerőpiacon, akik akár közfoglalkoztatásban is bevonhatóak. Tehát azt látjuk, hogy itt a Városgondnokság és a más közmunkaprogramok is egyre nehezebben találnak olyan személyeket, akiket föl lehet venni. Bízom abban, hogy megkapjuk valóban ennek a pályázatnak a benyújtásában szereplő elképzelésekhez a forrásokat, és akkor meg tudjuk valósítani ebben az évben is. További kérdés, hozzászólás? Képviselő úr, Molnár Pál. Köszönöm szépen a szót polgármester úrnak, köszönöm a támogató hozzászólását és véleményét, valamint itt most azért az ellenzéknek is szeretném megköszönni, hogy támogatólag lépett fel ezzel a programmal kapcsolatosan. Meg szeretném erősíteni, hogy valóban a pályázati kiírásnak megfelelően és a nyertes pályázatnak megfelelően történt mindig az elszámolás. A belügyminisztérium mindig folyósította azokat a forrásokat, amelyeket pályázat formájában megnyertünk. Annak idején úttörők voltunk a közmunkaprogramban, elsők között voltunk, akik nagy létszámmal, nagy innovációval, műszaki fejlesztéssel végrehajtott startmunkaprogramot indítottunk. Utána kapcsolódtak a többi önkormányzatok is, most pedig utolsó mohikánok vagyunk már, mert ilyen nagy létszámban nincs, aki pályázza közfoglalkoztatásra. Nyilván itt a lakosság összetétele is olyan, nagyon sok a szociálisan hátrányos helyzetű lakos, akik a szabad munkaerőpiacon nem tudnának, vagy nem is akarnak elhelyezkedni, viszont a közfoglalkoztatás lehetőségével mindenféleképpen élni szeretnének. Ezt az igényt a város vezetése fölmérte, látja, tudja, és ezt az igényt szeretné kielégíteni. Ennek a feladatnak a lebonyolításával pedig a Városgondnokságot bízza meg. Köszönöm szépen még egyszer a támogató hozzászólást. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás, ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 12. napirendi pontunk, javaslat a karcag 45-47/2, a 45-49/6, a 45-49/7 és a 45-49/45 helyrazi számú ingatlanoknak a Biris Ép Trans Kft. Részére történő értékesítésre. Tisztelt képviselőtestület, a címben jelzett ingatlanok teljes egészében az önkormányzat tulajdonát képezik, melyekre a Biris Ép Trans tett vételi ajánlatot, amely helyrajzi számok természetben a Kisújszállási út és a Lovarda, valamint a légi szemét lerakó mögött találhatóak. Erre tett javaslatot 2700 forint per négyzetméter plusz káfa összegben, ez a beépítetlen terület összesen 6841 négyzetméter területű
ingatlanról beszélünk, tehát a vételár bruttó 23.271.165 forint, és az ajánlatnak megfelelően a vételi ár felének felét a vevő szerződéskötéskor, a vételár további részét pedig 2023. december 31-éig fizeti meg. Vitára bocsájtom a kiadott anyagot, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor én is elfogadásra javaslom, ugye négy helyrajzi számról beszélünk, tehát minden helyrajzi számot, mind a négy helyrajzi számot külön határozatban kell elfogadnunk, úgyhogy akkor egyesével teszem fel a kérdést. Karcak belterület 45-49/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítését a Bilis Éptransz részére, aki támogatja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulat került elfogadásra. Aki a Karcak belterület 45-49/7 helyrajzi számú ingatlan eladását támogatja a Bilis Éptransz részére, az jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulat került elfogadásra. Azt mondja, hogy ez volt a pénz. Igen, aki a 45-49/45 helyrajzi számú ingatlant támogatja, azt kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, és akkor keresem a negyediket, igen, megtaláltam, a 45-47/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítését támogatja, azt kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulat került elfogadásra. 13. napirendi pontunk, jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 12 jelentés és egy határozat került ebbe a napirendi pontba. Egyszerre szavazunk minden jelentésről, illetve a határozatról. Kérdezem, hogy bármelyikkel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Ha nincs, akkor egyben szavazunk, aki elfogadja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulat került elfogadásra. Tisztelt képviselő testület, a 14-től 16-ig terjedő napirendi pontok tárgyalásánál zárt ülést rendelek el.